köszöntök mindenkit a Nemzettörténelmi Fővárosában. A város nevében Mészáros Attila köszöntötte a Kandónyári Egyetem résztvevőit. Az alpolgármester az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának érdemeit méltatta nyitó beszédében. Az egyetem jelenti a város jelenét, és azt gondolom, hogy bátran mondhatjuk, hogy a jövőjét. Az Óbudai Egyetem az ország egyik legjobban fejlődő egyeteme, leginkább gyakorlatorientált egyeteme. És talán rektor helyettes úr megbocsátja, kicsit hazahúzza a szívem, most ebben pedig az Alba Régia műszaki kar az egyik legjobban fejlődő, prosperáló kar, amely ma már a duális képzés központja Magyarországon. Ezért is lehet vonzó a nyári egyetem évről évre a határon innen és túlról érkező hallgatóknak, akik idén is szép számmal érkeztek az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kar, valamint a Kandó Kálmán villamosmérnöki kar együttműködésében szervezett 32. nyári egyetemre, melynek a szakmai fejlődés mellett évről évre a szakmán belüli, de országhatárokon átívelő kapcsolatépítés is célja. Mindenképpen előnynek mondható a magyar szaknyelv használata, egy általános műszaki kultúra elsajátítása, magyar kultúrával való ismerkedés, és hát természetesen a kapcsolatépítés. Az idei évben több mint 30 hallgató érkezett Délvidékről, Felvidékről, Erdélyből és a háború ellenére Kárpátaljáról is. Utóbbi csoport vezetője is köszöntőt mondott. Ha tudom, hogy holnap vége a világnak, akkor ma ültetek egy fát. És tulajdonképpen ez jellemző most a kárpátai magyarságot, a főiskolánkat, hogy mind az otthon megrendezésre kerülő programok, mint olyan kedves rendezvények, mint most ez itt Székesfehérváron, hogy itt lehetünk a hallgatóinkkal, mindegy egy kis faültetés arra vonatkozólag, hogy ne adjunk fel, hanem ebben a nehéz helyzetben most kitartás, és bízunk benne, hogy a következő időszakban pedig ugyanúgy elrendülés lesz. A 32. Kandónyári Egyetemen az előadások mellett délutánonként kirándulások és kulturális programok is várják a résztvevőket. Az idejében Fehérvár mellett a szomszédos településekre is ellátogatnak majd a kurzusok hallgatói.